Üdvözlök mindenkit ismét. Ez most a Rákosligeti vasútállomáson vagyok, akkor most, ha már úgyis itt szállok vonatra, akkor kihasználva az alkalmat be is mutatom. Hát ez itt a P+L parkoló, hát látjátok, azért most még hétvége van, de azért autók így is állnak bent. Ez egyébként nem rég épült, ez maximum 1-2 éve lehet itt. És ugye, szokásos mávos kerítés. És itt a peron. Hát ugye ez még ilyen felújítás előtti. De ugye a 80-as vonat most fogják majd felújítani, hát itt van rendesen tábla. És ugye ennyi. Ez most éppen Rákos fele nézünk, de megmutatom a másik oldalt is. És itt egyébként a 80-as vonal felújításánál aztán, hogy pont ide egy ilyen vágánykapcsolatot terveznek, hogy hát, hogy lehessen a vonatokat előztetni, meg család meg esetleg lehet, hogy lesz még egy harmadik vágás, vagy kitérési lehetőség is lesz. Ezt nem tudom. Hát az egyik vágány felé jutott pedontető, és a másik felé nem. És amit a háttérben látok, az alul egy gyalogos felüljáró, viszont nem, az le van zárva és nem üzemel. Ezt nem tudom, mikor építhették, de már nagyon régóta le van zárva. De azt mondom, hogy veszélyes nyíltalák, mert a lépcsői azok teljesen elrohadtak. És ezért lezárták, és egyébként van egy épülete is. Azt is értem képzelni, hogy régen állomás volt. De ugye van itt egy épület, de az zárva van, és nem használják semmire, szolgálat sincsen. És persze, hogy egy kiadás sem, tehát a vonatjét is a kalauztól kell venni. És egyébként itt van maga az épület. Látok, és 98-as busz az éppen most mászik át az átjárón. És a szokásos tájékoztató táblák kint vannak, egyébként ilyenkor óránként van egy személy, amelyik itt megáll. Ami azért elég gyenguszka, ennél lehetne jobb is. Hát ez most pont a vízemás, ez már valaki szétverte. Igen, ezeket egyébként kötelező kirakni. Ezeket a tájékoztató táblákat. Csak ugye ezt látszik, hát ez új van, tehát celluxal van megtartva a plexi. Hát ezt valaki vandálkodott és kiverte. Hát ugye, hát jó maga az épület, de se WC, se egyéb infrastruktúra nincsen. Be is van deszkázva minden nyílászánúja, és abszolút használhatatlan. És itt maga a jogos, hát ezt mintha kipuszolták volna. Hoppá. Hát ez így nem semmi. Ez legutóbb, amikor erre jártam, itt még totál benőtte a gaz, és semmit nem lehetett itt. Hát ugye ez minden oldalról le van zárva. Megpróbálok bemászni. Bejutottam. Viszonylag könnyű volt ide bemászni. Akkor szépen megnézzük, mi itt a helyzet. Valószínűleg egyébként emiatt van lezárva, nem is itt a beton lépcső miatt. De hát itt is látjátok, hogy mi van. Mondjuk ez egy... Van átkelő is, meg fénysorompó, sorompó is. És mégis csináltak ide egy gyalogos felüljárót. Szokatlan egyébként ez is. Nem szokás csak így. Azt mondja, hogy csinálunk egy pár képet, de hát látjátok, ezért van lezárva. Meg itt a védő és ötlakozó sincs fönt, és hát ki tudja, hogy ez mennyire masszív. Hát meg azt nézzétek. Hát azért nem véletlenül és okkal zárták ezt le. Mondjuk megcsinálni, azt nem tudom, hogy mennyire lenne értelme így, hogy ugye itt az átkelő, és ott is át lehet menni. Hát, legyünk bátrak és menjünk át rajta. Hát mindegy, hát ha a vasra lépek, nem a korhat fára, akkor nem fog beszakadni. Ugye alattam meg sinek vannak.
Nem semmi, és azt nézzétek. Ott meg egy vonat. Bele is levegették kicsit a felüljáró. Ott van még idő a vonat, úgyhogy... És itt volt az, ahol már oda is nőtt egy fa. Ott meg az a... Valószínűleg egykor szemnapokat is látott aranygolyósödöző. A neve azért nem semmi. Hát itt meg maga a pálya, hát itt Rákossaba, új telep Rákossaba, aztán meg már elhagyja Budapestet és jön Pécel. Mi mindig a 80-as vonalon vagyunk. Egy pillanat, csak csinálok egy pár képet, hogyha már ide felmertem jönni. Leszek olyan bátor még, hogy megint fölmegyek itt, és csinálok egy képet erről, és ahol nincs szembe fény. Na szóval, de jó, de valószínűleg le fogják majd bontani ezt a felüljárót egy felújítás után. Vagyis hát közben, de legalább dokumentálni tudom, meg van róla kép, és mondom, hogy és okkal van lezárva, tehát most mindenkinek mondom, hogyha fölmentek rá, akkor nagyon vigyázzatok, hogy hova léptek, mert próbáljátok meg a vasra, mert az még ugye nem rozsdásra teljesen, és az még jobban bír, viszont akkor korhat fákra, hogy a középen állítok, akkor az törik. De inkább ne is menjetek rá föl. És akkor ez itt a... Hát majd még az épület utcafrontját megnézem, csak elég kimászok innen. Ez itt az állomás épület utcafrontja. Hát, látjátok. Itt még bejárat sincsen. Én tovább itt még akkor nézzük, ott volt egy bejárat, azt befalaszták. Hát ez itt áll üresen. Lehet, hogy felújításkor kezdenek vele valamit. Meglátjuk. De én nem tartom túl valószínűnek egyébként. Bár hogyha egy szolgálat lesz, meg egy kitérőt építenek, akkor lehet. Hát, és akkor még egyszer ez, és akkor az ennyi lett volna ez a kis bemutató. Ez egy egyszerű kis megállóhely, de a felüljáró miatt érdekes, ezért is mutattam be. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!